Sziasztok! Ma is ugye Quiz Night, illetve Monty Quiz, ugye quizest, és megint megyünk quizezni. Ti meg kaptok ma tőlem még egy Tomb Raider videót, ugye most nincsen a Back of the Future the Game, majd holnap lesz, megígérem, és ugye holnap akkor ugyanúgy három adás lesz, mint múlt héten volt, viszont most megint egy kicsikét visszaveszem ezeket az adás számokat, mert nagyon sok időt elvesznek az embertől, és nem feltétlenül van mindig ennyi időm erre, most szerencsére volt, és az az igazság, hogy egy kicsikét ma ilyen, hát nem is tudom, a hangulatomat majd még föl kell dobni, mert picit le vagyok hangolva. Ennek sok kis apróság az, ami ezt így most összehozta nálam. Szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélek, mindenkinek szokott ilyen napja, meg ilyen pillanata lenni, amikor egy kicsikét olyan, na jó, most kicsit hagyjatok békén, hangulata van, de hát elmegyünk és jól érezzük magunkat, és akkor talán egy kicsikét feldobódok. Én is. Az igazság, hogy a hétre különösebben nem tervezek semmit, ugye hétvégén Halloween, vagy ahogy mi hívjuk, ugye halottak napja. Én jobban szeretem ezt a halottak napját, már nem azért, mert sajnos nem egy annyira boldog ünnep, viszont a megemlékezés ünnepe, hogy azokra gondoljunk, akik már nincsenek közöttünk, meséljünk azokról, akik itt előttünk jártak, és gondoljunk rájuk. Viszont az elmúlt években én nagyon azt látom, hogy ez az amerikai Halloween, ugye ez a csokit vagy csínyt, meg egyebek kerülnek előtérben. Egy picikét én ezt mondjuk úgy, hogy nem annyira kultiválom, mert azt látom benne, hogy kezd kicsit elveszni az, ami az a kulturális örökség, ahogy ezt mi kezeljük, mert igazából ezt minden nép egy kicsit máshogy kezeli. Szóval a Halloween, hát illetve a halottak napja, mondom, ez szerintem minden kultúrának egy kicsit a sajátos dolga, hogy hogyan emlékezik meg az előttünk járókról. Én azt gondolom, hogy a mi kultúránkban inkább az a divat, hogy gyertyát gyújtunk, és tényleg visszaemlékezünk azokra a szeretteinkre, akik már nincsenek velünk. És most lehet, hogy pont emiatt, hogy ez egy olyan kérdés, nem is annyira nagy baj, hogy én most nem egy ilyen túl vidám és he-he-hú-hú hangulatban vagyok. Nekem is vannak olyan szeretteim, akikre hát vidáman emlékszek vissza, mert nagyon szerettem őket, és hiányoznak. De hát már nincsenek itt, és megadjuk nekik a tiszteletet. És ez egy nagyon szép ünnep, mert tényleg visszaemlékezünk azokra, mesélünk azokról, akik már nincsenek itt köztünk. Mert nem szabad őket elfelejteni. Ó, és most ez tényleg egy kicsikét ilyen lehanguló dolog, és inkább vidám dolgokat szoktunk itt a YouTube-on megosztani, de szerintem ez is idefér, főleg, hogy most tényleg nem tudok semmilyen nagyon vidám dologról, vagy bármiről beszámolni nektek. Ugye a múlt hét az jó volt, én nagyon élveztem, remélem, akik megnézték a videóimat, ők is élvezték. Volt benne sok móka, sok kacagás. Az egy olyan hét volt, ez meg most egy kicsikét ilyen hét. Nekem is lesz jobb hangulatom, meg jobb kedvem, meg minden. Most ma nincsen, ez most így alakult, srácok.
Ugye mindenkinek kicsit más, és azt kell, hogy mondjam, hogy nekem most ez ilyen, és attól, aki esetleg nem ezt várja tőlem, attól most elnézést kérek, de most ma ez van, srácok, ma ezt kell szeretni. Nem lesz ez sem egy hosszú adás, mert mint mondtam, tehát kvíz lesz. Hogy 2 hetente van, akkor ezek ilyen kicsit rövidebb adások lesznek. És nekem is azért elég sok dolgom van ezen kívül, hogy itt most azon dolgozok, hogy itt egy műsor legyen. És kicsit lehet, hogy hétfőn hülyén hangzik, hogy kicsit fáradt vagyok, de volt most sok minden, amivel senkit nem traktálok, mert ugye ez az én magán dolgom, és én fogom megoldani is őket. Semmi komoly, semmi, csak sok kis apróság és sok hülyeség, ugye az embert néha így leszívja. Most kicsit kevesebb az energia, de mondom, tehát én felszívom magam, és majd most jó kis izé után, szórakozás után majd már valószínűleg feltöltődök, és happy lesz minden. Én remélem. Na, jó van, nem is húzom nagyon a szót, mert mondom, most semmi olyan hírem, vagy hozzászólásom nincsen, amit így tudnék mondani. Ugye óraátállítás az volt, meg volt remélem mindenkinél, ugye számítógépek, okostelefonok, okos órák, mindenféle okos eszköz már saját magán állítja az időzónákat, illetve hát ugye ezt az óraátállításosdit, nyári téli időszámításosdit. Analóg órákat meg tekerjétek vissza, ha még nem tekertétek, mert az vicces tud lenni, és akkor fali óra leakaszt, átteke, na jó, van, nem vicces meg még egyszer alapom, de hát ilyenek a régi mechanikus órák, illetve hát bármilyen olyan digitális vagy mechanikus óra, ami nem kapcsolódik olyan vezérléshez, ami tudná, hogy mikor kell átállni. Ez volt most ugye a hétvégén. Ne aggódjatok, ezen kívül lesz egy normális játék bemutató is ma is, mert ugye én azt gondolom, hogy azok, akik megnézik, azoknak én tartozom annyival, hogy legyen legalább azok az adások, amiket megszoktatok tőlem. Ha meg még nem néztél tőlem adást, akkor itt az ideje, lesz videó, nézzed, holnap és holnap után is rendesen ugyanúgy lesznek minden videó, ahogy szokott lenni. Ugye most ezt a Back to the Future-t is csak azért fogom végigjátszani, mert egyrészt nagyon élvezem magát a játékot, másrészt azért valahol azt gondolom, hogyha valamit elkezd az ember, akkor illik befejezni is. Ez megpróbálna egy kicsikét azért ilyen vidámabb csatorna lenni, és én is megpróbálok vidám lenni, nem mindig sikerül, és ezért elnézésteket kérem. Néha nekem is van ilyen napom. Remélem elnézitek nekem, és akkor ha észrevételetek van, vagy bármi hozzászólásotok, akkor kommenteljetek a videó alá. Hát nem tudom, hogy ez mennyire tetszett nektek, de ha mégis, akkor nyugodtan dobj egy lájkot. Nem fogod megbánni, megígérem. És hát, ha szeretnél hallani tőlem olyan ilyen kis adásvideót, ami egy kicsikét vidámabb hangvételű, akkor iratkozz fel a csatornára, mert szerintem ennél már csak vidámabb adások fognak jönni. De hát meglátjuk, nem tudjam gyerekek, hogy mit hoz a jövő, én se látok bele. Most elköszönök tőletek, és akkor azok, akik ugye nem csak ezt az adás videót nézik, hanem a játékbemutatót is, azoknak jön a folytatás, tehát jön a Tomb Raider. Akik meg nem, azoknak pedig annyit tudok mondani, hogy köszi szépen, hogy megnéztétek, és